Felavatták a felújított levelényi utat Bakson. Az utátadón stábunk is részt vett. Felavatták a Baksi gazdák és az önkormányzat közös együttműködés által felújított levelényi utat. A Baks közelében lévő út két kilométeres szakaszát 100 milliós költségvetésből sikerült felújítani. Búza Zsolt, a település polgármesteri nyitotta meg az útátadót. Elérkeztünk egy újabb mérföldkőhöz Baks történetében, és azt kell, hogy mondjam, hogy ismét egy Lépcsőfokot léptünk előre, és ez minden, mindez annak köszönhető, hogy ismét összefogott a település, összefogtak azok az emberek, akik érintettek Baks közigazgatási területén. És hogy miért sikerülhetett mindez? Azért, mert én azt gondolom, hogy a helyi vezetés egy menedzsment szemléletű, egy menedzser szemléletű, egy ö, olyan olyan gazdasági tervet képzelt el és olyan fejlesztési terveket képzelt el, ami a kormány és a különböző pályázatok tekintetében meg is valósítható. Erre jó példa a mai, és ez szeretném még kiemelni, hogy ennek a mai napnak az a különlegessége, hogy az önkormányzat ismét egy összefogással tudta megvalósítani azt az elképzelést, azt a beruházást, amelynek ma részesei vagyunk. Én azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amik a településen történnek, stratégiailag teljesen összhangban vannak a föntartató fejlesztésekkel, és azokkal az elképzelésekkel, amelyek még otthonosabbá, még komfortosabbá teszik a településünket. Sorolhatnék egy jó pár olyan pályázatot, ami a helyi lakosság teljes vertikumát érinti. Gondolok itt a bölcsödétől kezdve egészen a, a, az idősek otthonát, a felújítását, de a mai példa jó arra, hogy a helyi társadalomnak mely szegmensére gondoltunk ezzel a fejlesztéssel. pedig a vállalkozókra, a mezőgazdasági vállalkozókra, és azokra a vállalkozókra, akik, akik ebben az útban érintettek, és ehhez az úthoz fűződik az a földterület, amelyen gazdálkodnak. Én külön szeretnék köszönetet mondani a kormánynak, hogy lehetőség volt egy külterületi mezőgazdasági út felújítására, és külön köszönetet szeretnék mondani a gazdáknak, hogy érezték annak a súlyát, hogy az önkormányzat önerővel sajnos nem bírna ezzel az úttal, és a gazdák komolyan vették, és én azt gondolom, hogy egy bátor döntést hoztak, amikor az önerőhöz hozzájárultak és támogatták az önkormányzatunkat ennek az útnak a felújításával. Amit látják, azért radikálisan elkülönül az a felújított rész és a meglévő rész. Tehát én azt gondolom, hogy ráfért ez a felújítás, az, tehát az útnak a felújítására nagyon ráfért, hiszen ezáltal gyarapodott az önkormányzatunk több mint 100 millió vagyonnal, és tulajdonképpen azokat a berendezéseket, eszközöket, mezőgazdasági gépeket is kíméljük, amelyek ezen az úton haladnak. Majd Farkas Sándor, államtitkár, országgyűlési képviselő folytatta. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor külterületi utakról beszélünk, az a, talán a legfontosabb az, hogy mindenkor megközelíthetők legyenek azok a parcellák, azok a táblák, amelyeket a gazdák művelnek, vagy majorok vannak. Hogyha járunk Európában, és látjuk az ottani környezetet, én inkább most ugye nyugat-európai országokra gondolok, ott már akár Németországba, vagy Franciaországba, de még len Olaszba is, és Spanyolországba is egy-egy major az mind fix bekötésű műúttal rendelkezik valamilyen, vagy egy ilyen murvás Ebben mi nagyon, nagyon hátra vagyunk, vagy nagyon gyengék vagyunk Magyarországon. Éppen ezért indult el ez a külterületi utak fejlesztéséről szóló program, hogy minél komfortosabb, minél jobb érzés, minél kevesebb, mondhatnám kárral, vagy műszaki eseménnyel lehessen ezeken az utakon közlekedni. És lesznek természetesen új utak is, nem csak Felújítások, és ezek az új utak is mind azt a célt szolgálják, hogy nem csak a megközelítés, hanem a termények elszállítása, az input anyagok odaszállítása, vagy akár személyesen a gazda ránézhessen, megtekinthesse a területét könnyebb körül, bármilyen körülmények között. Azt hiszem, hogy ez már a XXI. századnak a kultúrállapotához tartozik, és ez a kultúrállapot itt, bakson is meg tud valósulni, akár ezzel az úttal, és majd ennek a fejlesztésével. Én azt is szeretném talán még néhány gondolat beemondani önöknek, hogy hogy ahogy előbb említettem, a környező településeken is mindenütt elindul ez az útfejlesztés, közútfejlesztés, külterületi utak fejlesztése, és talán ezek az utak majd egyszerűen szépen összeérnek, mint a pókháló, tehát akkor, amikor nem csak a főközlekedési úton lehet majd közlekedni, hanem majd ezeken a mellékutakon vagy gazdasági utakon is. Én azt hiszem, hogy ez lesz majd az a cél, amit majd hosszú-hosszú évek múlva el kell érni, úgy, ahogy az előbbi példában is említettem. Én kívánom azt, és köszönöm a gazdáknak, önkormányzatnak és mindenkinek, hogy ebben ilyen nagyszerű partnerek voltak, együtt tudtak működni, és kívánom. Azt, hogy még legyen sok ilyen sikeres együttműködés, és nem kívánom, én bízom benne, hogy lesz is ilyen együttműködés itt Bakson, nem csak a külterületi utakban, hanem a maga a községben is, és a gazdákkal együttműködve és egy sikeres mondhat, remélhetőleg ma a határba körben nézünk, akkor talán még egy sikeres évnek az elején lehetünk, hogy aztán két hét múlva, vagy egy hónap múlva mi lesz, azt a jó Isten tudja csak, de az, az, biztos, hogy bizakodó határban vagyunk jelen pillanatban is, és remélhetőleg ez a gazdatársadalomnak a hangulatát, lelki egyensúlyát is nagymértékben kiegyenlíti, megnyugtatja, és most már egy zökkenőmentes úthálózaton való közlekedés pedig megkiméli a járművek. Úgyhogy köszönöm szépen, gratulálok, és remélhetőleg hamarosan találkozhatunk ennek az útnak a fejlesztése során. Köszönöm szépen. Ezután Antal Imre Plébános megáldotta a felújított útszakaszt. Egy útfelújítás, útépítés azt az üzenetet hordozza, hogy vannak elérendő céljaink, hiszen az utak célba juttatnak bennünket. Ez az út is... Valahová vezet. Valahová, ahol feladatunk van, ahol dolgunk van, ahol céljainkat, elképzeléseinket végre akarjuk hajtani, célba akarjuk juttatni. Éppen ezért egy útnak a felújítása, megépítése nagy öröm mindannyiunk számára, hiszen mindannyian úton lévő emberek vagyunk. És az, hogy úton vagyunk, ezzel azt fejezzük ki, hogy életünknek van értelme, van célja. Én gratulálok ehhez a beruházáshoz, és legfőképpen ahhoz, hogy akik itt jelen vannak, és akik ennek az útnak a megvalósításához hozzájárultak, nem céltalanul élik az életüket hanem előre tekintenek, a jövőbe tekintenek, és a maguk lehetőségeihez mérten erre áldoznak is. Nem csak panaszkodnak, vagy méltatlankodnak, hogy ilyenek vagy olyanok az útjaink. Hiszen tudjuk, hogy ha célba akarunk jutni, akkor ahhoz áldozatot is kell hoznunk. A legkönnyebb lenne, hogyha csak úgy felkapnának bennünket és az adott helyen leraknának. De ez nem így működik. El kell menni, útra kell indulni, áldozatot kell hozni a kihívásokkal, szembe kell nézni. És önök, mindannyian, akik ezt támogatták, ebben részt vettek, ezzel szembenéztek. És milyen jó, hogy ez itt most megvalósult. Ezzel a szép összefogással gratulálok hozzá. Végül a megáldást követően a szalagátvágás következett, és a hagyományokhoz híven jelképesen egy sörös hordót gurítottak a felújított levelényi úton. Felszentelték a pusztaszeri Szentháromság templomot. Erről a templom építési folyamatairól, stílusáról kérdeztük a település polgármesterét Máté Gábort és Antal Imre Plébánost. Elkészült a pusztaszeri Szentháromság templom, amelyet június 13-án fel is szenteltek. Erről kérdezem Antali Műrét, pusztaszere plébánosát és a település polgármesterét, Máté Gábort. Köszöntöm Önöket! Mit is tudhatunk erről a templomról, hogyan is valósult meg annak idején, hogyan is kezdődött ez a folyamat, hogy templom épüljön itt a településem? Hát amint azt a megnyitó beszédemben is mondtam, ez már nagyon régi története van, mert amikor a települést alapították 1934-be, akkor kijelöltek egy templom helyet. Csak aztán a világégés, meg az egyéb más értékek ezt nem támogatták előképpen, úgyhogy ennek a helye beépült, már nem is tudjuk igazából, hogy milyen helyet adtak neki. Aztán rendszerváltás után egyre fokozottabb volt az igény arra, hogy na, akkor most már jól hogyha a templom is épülne. Voltak rá próbálkozások is, tehát képviselőtestületek mindig próbálták képbe helyezni ezt a témát. Egy, egy vázlatos terv is készült az imaház helyére, de aztán ebből igazából nem lett semmi. Aztán későbbiekben én, én a 2010 környékén kerültem olyan kapcsolatba kis rigóászó hogy már ilyen témát is fölmerjek neki vetni, és akkor egy hosszas beszélgetés után végül is püspökúr intott, hogy van esély arra, hogy templom épüljön, dátumokról még nagyon nem beszéltünk, csak az, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Tehát múlt az idő egy-két év után úgy gondoltuk, hogy kicsit nyomatékot kéne adni ennek a témának, úgyhogy egy lovazarándoklatot kezdtünk szervezni, Pálos Szent -Kutra, ez 18 km. Ezzel a falu lakossága, ezzel az arándokúttal kifejezte a vágyát egy templom iránt. Ennek emlékére mindjárt az első alkalommal egy kopjafát állítottunk az egyik lehetséges helyen ugyanis több helyet is kinéztünk magunknak. Ugye a falu lakosságának egy része minden áron szerette volna a falu központjába látni a templomot, de hát a falu központ az teljesen be van épülve, illetve van egy, van egy értékes fákkal telenőtt parkunk, azt nem akartuk erre tönkretenni gyakorlatilag. Ez túl nagy épület ahhoz, hogy hogy egy, ezt a nem túl nagy parkot beépítsük ezzel az épülettel. Aztán van a falu központban egy épület, ami iparcik boltként működik, annak a helyére is lehetett volna, de hát azt több tíz millió lehetett volna megvenni, de legalábbis 10 millió forint körül összegért. Fölmerült a, 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 régi imaháznak a, a területe, de az egy, egy egyszerű házhely. Tehát az, 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 arra gyakorlatilag egy valamire való, való templomot, megfelelő teresedéssel, nem lehetett volna fölépíteni, ott is meg kellett volna venni szomszédos ingatlanokat, ahol lakóházak vannak, azt le kellett volna bontani. Tehát így aztán soroltuk a dolgokat, előnyök, hátrányok, és akkor nekem volt azért egy olyan ütletem, hogy, hogy pusztaszeren, mi, mi lenne, ha egy, puszta szer, egy puszta templomot építenénk, de hát nyilván nem bietjük ki a pusztába teljes mértékben, mert az talán a a, a hívők egy részét eltántolítaná attól, hogy, hogy túl nagy távolságokat tegyen, bár az egész faluban nincsenek nagy távolság. úgyhogy jött negyedik helyszínként ez a hely, ami végül ahova a templom épült, ez egy önkormányzati tulajdonú terület, régebben egy TS major volt itt, de már épület nem volt ezen, viszont minden közmű itt van. És gyakorlatilag a falu központjától ez 250 méterre van, ráadásul a tavalyi évben viszonylag pormentesített utat is tudtunk erre a területre építeni. Úgyhogy hát sok a falu lakosságában nagyon sokan, vagy inkább azt mondom, hogy, hogy a hangosabb ellenzők azok, azok folyamatosan mondták, hogy ez nem jó hely, miért nem a központban ne ide építsük. De aztán a Püspök úr is ezt látta a legjobbnak, és én azt gondolom, hogy most már hogy fölépült a templom, és látják ennek a környezetét, látják ezt a, ezt a, az életteret, ami itt kialakult, azok, akik eddig skeptikusak szkepti, voltak, vagy ellenezték ennek a, a helynek a, a kiválasztását, most már belátják, hogy igazunk volt. Én ezt akkor ezeket a konfliktusokat vállaltam, mert biztos voltam benne, hogy így lesz. Mit tudhatunk a templom stílusáról, a belső tereiről? Arról beszéljünk egy kicsit. Hát, eh, ahogy említettem, 2012-ben indult el ugye az arándoklat, és van 14-15 környékén jutottunk arra a szintre, hogy Püspök úr összeismertetett engem a, a tervezőjével, Germán Gézával, és akkor hát a beszélgetések útján indult a dolog. Leültünk a Gézával, beszélgettünk, elmondtam én a falulakosságának az elképzeléseit. A falu lakossága mindenképpen egy hagyományos templomot Szeretett volna, de azért elengedtük a fantáziánkat. Tehát volt itt szó arról, hogy kilátós torony legyen, hogy itt a pusztába kitek kitekinthessünk a torony ablakából. Volt szó arról, hogy, hogy a ravatalozóhoz hasonlóan egy, egy kunhalomszerű templom legyen, ami földdel van burkolva gyerekek. Télen szánkozhattak volna rajta. Tehát voltak ilyen extrém ötletek, de természetesen aztán alakultak, csiszolódtak ezek az elképzelések. Úgyhogy végül odáig jutottunk, hogy egy viszonylag hagyományos fölépítésű templom készüljön, vagy készült, ilyen terv alakult, és egy minimál designnal mondhatnám így, egy kicsit rossz kifejezéssel. Tehát egy egyszerű a cél, cél, célnak megfelelő, egyszerű vonalvezetésű, nem túl díszített templom legyen, de azért a hagyományos jellege az, az megmaradjon a falu, így szerette volna. A szentelésen mik voltak a tapasztalatok, mind a lakosság tekintetében, mind pedig a résztvevők tekintetében? Természetesen mindenki örült, hiszen célba ért az építkezés, és megvalósult a közösség vágya. Nagyon sokan eljöttek, engem meglepett, hogy ilyen sokan voltak, de hát már a, az építés fázisában is voltak e, apró kis e, ráhangolódásaink a templom felszentelésére. Ilyen volt például az, amikor a, az első kapavágás történt. Ha jól emlékszem, polgármester úr, Javicski, ha nem jól mondom, ez 2018. májusában 17 volt. 17-ben volt? A, az az 18-ban így vágás, van, az el volt 17-ben. 18. Na, májusában is. Tehát van. 2018. májusában volt az első kapavágás itt a templom helyén, és, és már ott is nagyon sokan voltak, megmozgatta a közösséget, aztán pedig volt a harang beemelése a toronyba, és akkor volt a harangnak a megáldása, ahova nagyon sokan eljöttek, annak ellenére, hogy hatalmas eső volt, és mindenki látta, hogy itt meg fogunk ázni, de ennek ellenére, hát én azt gondolom, hogy a falu többsége megmozdult, mert itt annyian összejöttek, hogy csak néztünk, hogy, hogy mi van itt és ebből is kitűnt az, hogy mennyire várják, meg mennyire fontos számukra ez a, ez, a, ez a, beruházás. És aztán a szentelésre ismételten megmozdult az egész falu, jó volt látni, ahogyan gyermekek, fiatalok, idősek, természetesen vendégek a környékbeli településekről egyre csak jöttek, jöttek, és, és jó volt hallani azt is, hogy, hogy tetszik nekik, hogy, 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 jó helyen van, és azok a hangok, amiket polgármester is említett, hogy, hogy miért ide épül, természetesen a véleménye mindenkinek meg lehet, nem lehet mindenkinek eleget tenni, bárcsak meg tudnánk tenni, de hát erre még mi is képtelenek vagy, vagyunk, itt puszta szeren is, Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg szép helyre épült ez a templom a pusztába, és a pusztának a lényege az, hogy ez az a hely, ahol a leginkább találkozhatok önmagammal. Mert általában ezt a találkozást kerüljük. Az ember másokkal szívesen találkozik, de önmagával ritkábban. És egy templomnak a lényege, az tulajdonképpen ez, hogy egy picit szembefordítson saját magunkkal, hogy ne csak a másiknak az életét nézzem, mert az szép és fontos, de azért időközönként jó, ha önmagunkkal is szembe találkozunk. Harmadik helyen végzett a Magyar Kupán a Revans Dáci Sportegyesület. A verseny eredményeiről és a nyári tábor részletéről kérdeztük Polyák Gézát, az Egyesület elnökét. A kisteleki Dárc és ha a harmadik helyezést ért el a Magyar Kupán. Erről kérdezzem az egyesület elnökét, Paják Köszöntelek! Mit is tudhatunk erről a versenyről? Mennyire volt ez fontos a csapat és az egyesület számára? Köszöntöm én is a nézőket és benneteket is. Tulajdonképpen, amikor utoljára itt voltam, már beszéltem róla, hogy mi erre a versenyre készülnénk a legjobban. Ugye a tavalyi ötödik hely az összességében egy nagyon nagy meglepetés volt számunkra is, meg én úgy gondolom, hogy az él csapatoknak is itt Magyarországon. Most nagyon készültünk erre a versenyre, de amint mondtam múltkor is, hogy a MDS-nek a kiírásai annyira változtak. Ugye arról beszéltem, hogy az július 25-én lesz a verseny, amit június 6-ára előre hoztak. Most ezzel bele lehet gondolni, hogy az edzéstelben mindenben mennyit kellett módosítani, hogy ezt itt hirtelen meg tudjuk valósítani, még egyáltalán, hogy részt tudjunk venni ezen a versenyen. Ezért sajnos két játékosunk nem is tudta vállalni, úgyhogy négyen vettünk részt ezen a versenyen, ahol mi cserenélkül játszottunk végig. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ez nagy inspiráció volt a csapatnak. Én azt gondolom, hogy a csapatnak az az összetartása, a csapat összetartása az egyik legerősebb fegyvere. Nagyon tudnak a srácok küzdeni egymásért, és ezen a versenyen ez nagyon jól kijött. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon pontos és jó játékkal szinte az első nyolcig meneteltünk, és ott... Ott már kijött a fáradtság szintén. A híres hunokkal játszottunk, ahol kikaptunk 9-6-ra, és így a harmadik helyen végeztünk tulajdonképpen a bajnoktól kaptunk ki, ha lehet említeni, fővárosi csapat nem is jutott be a legjobb négybe, talán felsorolnám, hogy elsők lettek a híres unok Kecskemét, második a Szeged, harmadik Kistelek, negyedik pedig a Győr. Ez azt jelenti, hogy per pillanat Magyarország négy legjobb csapatába bekerültünk. Most, hogy ez mennyire siker, kinek, hogy lehet ezt felfogni? Én mondtam a srácoknak, hogy nagyon büszkék legyenek magukra. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, most ahogy jöttem hozzátok, megnéztem, hogy a Magyar oldalán 75 egyesület van ebből a 75 egyesületből még egy nagyon pici egyesület vagyunk. Van viszonyításképpen mondom, ugye az összes nagyvárost lefedik az egyesületek, arról nem is beszélve, hogy mi nekünk körülbelül 7000 a lakosságunk, úgyhogy egy 30 ezeres városban vagy egy 200 ezeresben lehet, hogy hamarabb találnak úgymond olyan játékosokat, akik majd valamire viszik valamikor. És e, tudnék olyat is említeni, hogy Pesten van olyan egyesület, ahol 60 igazolt játékos van. Nekünk 6 igazolt játékosunk van. Most, ha ezt így összeadjuk, én szerintem ez egy hatalmas siker. Kisteleknek is, nekünk is. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk. Mi az, ami hozzá segítette a csapatot ehhez a sikerhez? Hát a tavalyi ötödik hely, ugye ez egy nagyon nagy ö, ugró volt számunkra, akkor éreztük úgy, hogy ez a csapat ez úgy azért kezdő szállni. De mint minden sport tevékenységben Magyarországon, úgy gondolom, az már kevés, ha van egy tehetséges játékos vagy egy csapat. Itt minden feltételt egy sportegyesületnek meg kell adni ahhoz, hogy minél eredményesen játszan az a csapat vagy az a játékos. Gondolok itt arra, amikor három éve elkezdtünk Molnárobi barátommal a Nemzeti Bajnokságra járni, Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy mi reggel 6 órakor beütünk az autóba, mondjuk Győrbe volt egy forduló, akkor valamelyikünk vezetett 300 kilométert, oda mentünk a táblához, játszottunk. És kedve láttuk, hogy a nagyobb csapatoknál a játékosok a hotelból megérkeznek, megregelizve, jókedve odálltak a táblá és szinte 100%-ot tudták nyújtani. Hála a Jóistennek, hogy a támogatóinknak, és most már az Egyesületnek köszönhetően, hogy mi is elértük ezt. Tulajdonképpen most is, amikor mentünk fel erre a versenyre, mi már péntek este felutaztunk, két napig ott voltunk, ugye vasárnap volt a verseny, előtte volt egy nemzeti bajnokság, két napig ott voltunk, együtt voltak a srácok, együtt reggeliztünk, együtt vacsoráztunk, én szerintem ez nagyon sokat jelentett. Ez biztos, hogy nagyon sokat hozzárakott, arról nem beszélve, hogy kérték, hogy vegyünk egy ilyen mobiltáblát, mivel hogyha két napig fölött vagyunk egy hotelszobában, nem nagyon tudunk edzeni, nem is annyira edzeni, gyakorolni egy picit, Hogyha beszereztünk egy ilyen mobiltáblát, amit egy perc alatt felállítunk mondjuk a hotelszobába, és akkor is tudunk gyakorolni. Én úgy gondolom, hogy ezek mind-mind nagyon sokat számítottak abba, hogy ilyen eredményeket érjünk el. Milyen programok várhatóak a nyár folyamán az Egyesületnél? Hát nagy örömmel mondhatom, hogy most már elértük azt a pontot, hogy meg tudjuk szervezni a dásztábort az általános iskolás gyermekeknek. Ezt már több éve szerettük volna, de sajnos a pandémia meg más dolgok miatt ez elmaradt. Most úgy éreztük, hogy most már ezt meg tudjuk szervezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nyári napközis tábort szervezünk, augusztus 9-től 13-áig. Ez reggel 8 órától délután 4 óráig fog tartani, kettő táborvezető lesz, és a tábornak a fő tevékenysége a dáccal való megismertetés, de természetesen lesz más programok is lesznek, pingpongozhatnak, labdajátékok, csapatjátékok, úszodát is tervezünk. Arról is lesz szó, hogy ennek a fő tevékenységnek a vásártér ad majd helyet. Ugye, ami egy nagyon jó adottságokkal rendelkező terület, ott a gyerekek kint a szabadban is tudnak, ugyanúgy bent felállítjuk a dásztáblákat, ott tudnak majd dárcozni, de a zonix a külön termünkbe is lesz foglalkozás, ahova gondoltuk, hogy válogatott játékost fogunk meghívni, és így ilyen bemutató mérkőzést fogunk velük játszani, hogy mégis lássák azt, hogy mi ennek a versenysportnak a lényege. Amit még nagyon el szeretnék mondani, hogy a táborban, akik jelentkeznek gyermekek, ugye a harmadik osztálytól a nyolcadik osztályig várunk jelentkezőket, ők kapni fognak egy nyomtatott meszt a saját nevükre, illetve ugye a tábornak a logójával dobjunk együtt, illetve kapni fognak egy nyílkészletet, ami a sajátjuk lesz, és a tábor után ők ezt hazavihetik. Hogyan is lehet jelentkezni erre a táborra? a sport Sportegyesületnek a Facebook oldalán van egy esemény megadva, hogy dobjunk együtt, ez a dábornak a neve, és ott megtalálnak minden dokumentumot a kedves szülők, amivel tudnak jelentkezni a táborba. Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy ezt a tábor tulajdonképpen <kül> Sejber Béla és Csősz Tamás mentorálják, nagyon jó programokat találtak ki, ők ezért tulajdonképpen a legnagyobb hősök, akik ezt véghöz fogják vinni. Valószínű, hogy Halász Levente, ő egy testneveléstanár, tanár, és jó magam fogjuk a tábort levezetni, így szerintem minden kompakt lesz, hogy a gyerekek meg is ezt a sportot. Kik azok a támogatók, akiknek köszönetet szeretnél mondani? Ezt mindig el szeretnék mondani, hogy a mai világban támogatók nélkül már nem lehet úgymond sikereket, eredményeket elérni. Ő rájuk nagyon nagy szükség van a mindennapokban, akkor is, amikor nem jönnek az eredmények. Amikor jönnek az eredmények, akkor mindenki boldog. Tulajdonképpen a Kistelek Város Önkormányzatának szeretnénk megköszönni megint, hogy mindig mellettünk állnak. A Onyx pap kávézó, akik most is majd a táborba és a menüt fogják a gyerekeknek szolgáltatni, ők mindenben segítenek bennünket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük és bízunk benne, hogy továbbiakban is tudunk eredményesen együtt dolgozni.